Megújult a városszerte használható hajdunánási városkártya. Küzdelmes, ám de eredményes 2018-as évet tudhat maga mögött a Ventifield Légtechnikai ZRT. A díszes folyóírás rejtelmei kaligráfiai tanfolyamot szerveztek a helytörténeti gyűjteményben. Tiszaújvárosban alakult meg a világ magyarságát és kulturális értékeit összefogó Panoráma Világklub 244. társklubja. Beköszöntött a hideg, ami az emberek mellett a szabadon tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet. Különleges tea délelőtre várták az óvodás gyerekeket és szüleiket az Eszterlánc óvodában. Közel 200 madarat tekinthettek meg a látogatók a Hajdunánási Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének idei galamb kiállításán. Mozgalmas és sikeres évet zárt a Dominó Diák Sport Egyesület 2018-ban, az egyik legfontosabb eredmény a taglétszám bővülése. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. A 2019-es év beköszöntével megújult és egyben új arculatot is kapott a városkártya, amelyet 2004-es bevezetése óta több mint 9500-an váltottak ki. Az ingyenesen igényelhető kártyával több kedvezményes szolgáltatás érhető el Hajdunánáson. A 2019-es év első új kártya tulajdonosa dr. Szentpéter József, aki fiával Krisztiánnal érkezett a Városháza információs pultjához, hogy átvegyék a megújult Hajdunánás kártyát. Mint mondta, legtöbbször a gyógyfürdő kedvezményes belépési lehetőségét szokta kihasználni. Igénybe fogjuk venni a fürdőbeli szolgáltatásokat sport, kulturális rendezvényeken. A részvételt, amiből bőven adatik. Hál' Istennek a városban. De nem csak Szentpéteri József él a kártya nyújtotta előnyökkel, hanem további 9500 hajdunánás is a 2004-es bevezetése óta. A megújult és új arculatot kapott városkártya népszerűségét több kedvezményes szolgáltatás is biztosítja. Szólát Tibor polgármester úgy fogalmazott, immár 15 éve erősíti a hajdunánásiak identitását, akiknek eddig is és ezután is alanyi jogon jár a városkártya. 2004-es bevezetés óta a városkártyát majdnem 10 000-en váltották ki, ez jelzi azt, hogy a városlakók szeretik és használják ezt a kártyát, ami több kedvezményre is jogosít bennünket. Én azt gondolom, talán legtöbben a fürdőhasználat kapcsán veszik igénybe, egy jelentős kedvezményt lehet elérni. De természetesen a Lánáskult a Non-Profit Kft.-nak a rendezvényén és egyéb sportrendezvényeken is kedvezményekre jogosít a kártya. A polgármester kiemelte, hogy a városkártya továbbra is kedvezményes belépést biztosít a hajdunánási gyógyfürdőbe. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt napi jegy 1600 forint helyett 1100 forintért váltható meg, míg a diák nyugdíjas jegy 1400 forint helyett városkártyával csupán 1000 forintba kerül. Emellett a hajdunánásiak továbbra is igénybe vehetik a kártyát városi és sportrendezvényeknél. Többek között a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kulturális belépőjegyes eseményeire, könyvtári belépésre, a város által támogatott sportegyesületek által szervezett programokra és a Nánás Pro Kultúra Non-Profit Kft. Által szervezett rendezvényekre. A városkártya igénylésére minden hajdunánási lakos jogosult, kiváltása pedig teljesen ingyenes. Egyetlen fontos szempont van, állandó bejelentett lakcímmel kell rendelkezni, hajdunánási állandó bejelentett lakcímmel, és az önkormányzathoz kell beadni az igényt, és teljesen díjmentesen lehet megkapni magát a kártyát, ami egy megújult formában fog a lakossághoz eljutni, mármint formájában, és hogyha utána meg természetesen a szokásos módon a hologramos kis bélyeggel kell majd évenként érvényesíteni. A hajdunánás kártyát kizárólag hajdunánási állandó lakcímmel és személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemély igényelheti erre a célra rendszeresített igénylőlapon a hajdunánási közös önkormányzati hivatal információs pultjánál. A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség. A hajdunánás kártya az adott naptári évre szól, azt követően évente érvényesítetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével és hologramos bélyeggel a Városháza információs pultjánál.
Az előző évi 2018-as érvényesített városkártya ez év február 28-áig érvényes. Több évtizede városunk egyik kiemelkedő üzeme, a ma közel 140 főt foglalkoztató, főként környezetvédelmi, légtechnikai és egyéb vasszerkezetek gyártásával foglalkozó Ventifilt Légtechnikai ZRT. A nagymúltú cég a 2018-as évet is szép sikerekkel zárta. A Ventifilt Légtechnikai ZRT Magyarország piacvezető ipari légtechnikai és környezetvédelmi berendezéseket, valamint egyedi heggesztett fémszerkezet gyártógyára. A céget 1960-ban alapították, 2010-től pedig a Videoton cégcsoporthoz tartozik. A gépgyártáson belül az ipari légtechnikai és a levegőtisztasághoz kapcsolódó környezetszennyezés csökkentését szolgáló berendezések és egyedi tervezésű heggesztett fémszerkezetek gyártása képezi a cég fő tevékenységét. Ezek a termékek kifejezetten egyedi gyártással készülnek. Nyugodtan mondhatom, mint gépészembernek nagyon közel áll a szívemhez ez a fajta gyártás, ugyanis ez magas felkészültséget és igényel. Nagy lehetőség van a fejlődésre, valamint egy érdekes munka, mert kis túlzással mondhatom, hogy szinte minden másnap más terméket állítunk elő. Úgyhogy ilyen szempontból az emberek is azt mondom, hogy ezt a fajta munkát szeretik jobban, mint egy széria munkát. A cég jelenleg három ágazatra épül. A legnagyobb ágazatunk az a úgynevezett export ágazat. Ez körülbelül kicsit több mint 60%-át képezte tavaly az árbevételünknek. Ez nem a saját tervezésű termékeknek a gyártása, hanem ez a szerződéses gyártás, nagy külföldi cégeknek a ő általuk készített tervdokumentációk alapján gyártjuk az ő termékeiket szinte a világ minden tájára. A második legnagyobb ágazatunk, ugye, amiért valamikor annak idején meg is alakult a cég, az a belföldi ágazat, vagy saját tervezésű gyártás. Itt a tervezés is az egyik legfontosabb tevékenységünk, illetve ipari ventilátorokat, különböző leválasztókat, porszűrőket, ciklonokat, csővezetékeket, illetve az ezekből képzett kisebb-nagyobb rendszereket gyártjuk. A harmadik ágazatunk az pedig az ipari valda. Az ipari valda elsősorban a ipari porszűrő gyártásunkat szolgálja ki azokba szükséges zsákos, táskás porszűrő kell, illetve a különböző kompenzátoroknak a gyártásával. A 2018-as évben a bevőkör és a termékek iránti kereslet az előző évekhez hasonlóan alakult, de kiemelkedő projektje is volt a cégnek. Tavalyi évben végül is a belföldi ágazatunkban kifejezetten nagyobb projekt nem volt. A kisebb-nagyobb termékek mellett 15-20-30 millió forintos rendszereket gyártottunk, mind a vevői kör, mind a termék kör körülbelül az előző évekhez hasonló volt. Ugyanezt tudnám elmondani az ipari valda ágazatunkra is, hogy az előző éveknek megfelelően hasonló termékeket gyártottak. A legnagyobb megrendelésünk tavaly export oldalon volt, az egyik legrégebbi és legnagyobb partnerünktől. Volt egy körülbelül 100 millió forint értékű megrendelés, amelyik 5 darab duplex anyagból készült ventilátort és a hozzátartozó különböző felszereléseket, perdületszabályozót tartalmazott. Ez a duplex anyag egy elég különleges anyag. Ezzel történő munkavégzésre, különösen a heggesztésre ugyancsak fel kell készülni, és nagyon magas szakértelmet és hozzáértést igényel. Nem először gyártottunk már persze ilyen anyagból, ez a projekt elég jó sikerült a tavalyi évben. A termékek iránt főleg a felerősödött környezettudatosság miatt igen nagy volt a kereslet 2018-ban. A mi gyártásunk, termék szerkezetünk az olyan, hogy jelentős mértékben függ a beruházásoktól. Egy új ipari létesítményben
elég nagy valószínűséggel környezetvédelmi vagy más szempontok szerint szükség van a mi termékeinkre. És úgy vettem észre, hogy az utóbbi években ez a beruházási kedv jelentősen fejlődött, élénkült, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a kereslet a termékeink iránt jónak mondható. Persze ez még nem elég ahhoz, hogy ebből megrendelés legyen, ezen kívül még nagyon sokat kell dolgozni, mind kereskedelmi előkészítő munkában, különböző tárgyalásokon, illetve hát a legfontosabb, hogy versenyképes állajánlatot adni, mind határidő tekintetében. A kereskedelmi előkészítő munkának köszönhetően új kapcsolatokat is sikerült kialakítani 2018-ban, aminek már a tavalyi évben megvolt az eredménye, de mindenképpen hosszú távon is fog profitot termelni a cégnek. Export oldalon ott viszont mind a vevői körünk, mind a termékszerkezetünk nem teljesen volt ugyanaz, mint az előző években. Ez annak köszönhető, hogy több éves kereskedelmi előkészítő munka után sikerült három teljesen új kapcsolatot kialakítanunk. Ezek közül az egyik kapcsolat az nagyon jól a profilunkba vág. Egy nagy amerikai multinacionális cégnek a romániai leányvállalatától sikerült megszerezni a generátor hűtőventilátorainak egy részét. Azt hozzá kell tennem, hogy ez a cég a világ egyik legnagyobb generátor gyártója. A tavalyi évben majdnem 100 millió forint körüli volt már az ebből történt munkánk. Az idei évre még nagyobb, az előrejelzések szerint talán még nagyobb megrendelés várható. A másik kettő cég az pedig teljesen eltérő a mi profilunktól. Nem tudom biztosan, de talán Európa két legnagyobb ipari kemence, hőkezelő kemence gyártója, autóipari hőkezelő kemence gyártójáról van szó. Több éves kereskedelmi előkészítő munka után tavaly sikerült realizálni velük körülbelül szintén 100 millió forint értékű megrendelést ipari kemence testeknek a gyártására. Illetve még meg kell említenem egy negyedik céget. Ez a cég a világ nagy repülőtereire és ehhez hasonló nagy terekre gyárt takarító, hókotró gépeket, és ezekhez a gépekhez gyártottunk 30 darab ventilátort a tavalyi év során, és az idén még remélem, hogy ennyit vagy legalább többet fogunk gyártani. A gépgyártásban nagyon fontos, hogy megfelelő szakemberek dolgozzanak a cégnél. Erre béremeléssel, kiegészítő juttatásokkal próbálják ösztönözni a dolgozókat, hiszen az általánosan tapasztalható munkaerőhiány a Ventifate ZRT-nél is érzékelhető. Az esztergályos vagy heggesztő tanulók közül is csak páran maradnak a cégnél a szakma megszerzését követően. Körülbelül 130 fő, ez persze állandóan változik, 130 fő a létszámunk, amiből körülbelül 80 ember a produktív, a többi pedig improduktív. Egy kicsit nálunk azért a tervező részleg, a technológia, tehát a műszaki részleg, azon kívül két idegen nyelvű projektvezetésünk van, egy kicsit magasabb a improduktív állomány, mint egy egyszerűbb gyártó cégnél. Ebben a mai munkaerő helyzetben, ami az egész országra jellemző, rettenetes nagy kihívás és elég nagy problémát jelent nekünk is. Utóbbi 5-6 évben, minden évben az inflációt jelentősen meghaladó béremelés volt a cégünknél, sokszor 3-4-szer meghaladó. A tavalyi évben például 8%-os béremelés volt, ami körülbelül 2%-os inflációt figyelembe véve, az azért egy nagyon jó jövedelemelkedést jelent, azt gondolom. Ezen kívül még több béren kívüli juttatással próbáljuk ösztönözni a dolgozókat, iskolakezdési támogatás, hiányzásmentességi juttatások, évvégi jutalmak, azon kívül törzsgárdatagokat is jutalmazzuk. Mindezek ellenére a tavalyi évben a fluktuáció számunk az egy nagyon magas számra jött ki. 23 dolgozó távozott a széktől, és csak 17-et sikerült fölvenni. Az egyedi gyártás miatt nálunk segédmunkásokat, illetve betanított munkásokat egyáltalán nem alkalmazunk. Kifejezetten szakmunkások, még azok közül is ugye a jobb szakmunkások
szükségesek ehhez, és ilyeneket, vagy például gépészmérnököket, főleg akik nyelvet is beszélnek nálunk, a export tevékenység miatt német és angol nyelv mindennapos használata szükséges egyes területein a cégnek, azokat szinte lehetetlen szerezni. 2019-re természetesen megvannak a célkitűzések minden ágazat felé, amihez bizakodva állnak hozzá a Ventifieldnél. 2019-re rendelés állományunk jelenleg olyan 160-170 millió forint. Ez azt jelenti, hogy egy közepes évkezdésről beszélhetünk. Tavaly csak 120 millióval kezdtük az évet. Ami a legfontosabb lenne, nem csak most a 2019, hanem már egy pár éve ezzel a témával eléggé komolyan foglalkozunk. Már sikerült átstruktúrálni egyébként a gyártmányszerkezetünket export oldalon. Próbáltuk a nagyobb, kevésbé jövedelmező termékeket kiszorítani export oldalon, és helyette kisebb, jobban jövedelmező, nagyobb hozzáadott értékű munkákat vállalni. A tervezett árbevételtől ugyan elmaradtak egy picit, de mindenképpen eredményesen és rengeteg munkával telt a 2018-as esztendő. Kisebb felújítások és beruházások is történtek az év során. Körülbelül 1,5 milliárd forintot terveztünk a tavalyi évre árbevételbe. Ettől egy kicsit elmaradtunk, viszont a elmaradás ellenére nagyon-nagyon jó évet zártunk. A kitűzött eredményünket körülbelül megdupláztuk, és nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök ennek. 18-as év elején egy kicsit rosszul indult az első hónap elején, aztán viszont nagyon-nagyon jó a kapacitásunknak megfelelően sikerült munkaellátottságunkat biztosítani, sőt úgy mondom, hogy a kapacitásunktól magasabb mértékűt sikerült. Ez nagyon jó egyébként, mert ösztönzi az embereket a munkavégzésre, és túlmunkával megoldottuk azt, hogy ezeket meg tudjuk csinálni. Tehát ilyen szempontból, munkaellátottság szempontból, illetve a munkaellátottság egyenletessége szempontjából nagyon-nagyon jó volt a tavalyi év. Nagyon fontos gépünket, a dinamikus egyensúlyozó gépünket újítottuk fel kb. 7 millió forint értékben. Teljes mértékig megújítottuk a informatikai rendszerünknek a hardware részét. Vettünk 30 darab elektromos sarokcsiszológépet, illetve a felület előkészítés szempontjából nagyon lényeges szemcsiszológépünket is felújítottuk. Ez most egy kicsit kisebb mértékű volt, mint az előző évek 60-70 millió forintos beruházásai, de azt gondolom, hogy a legszükségesebbeket megoldottuk, és ezek mind jól sikerültek. A másik szempontból az év hát küzdelmes volt, és óriási hajrát csaptunk itt le az utolsó hónapokban ahhoz, hogy meglegyen a terv meg az eredmény. A Ventifield ZRT tehát egy küzdelmes, ám de eredményes éven van túl. A célok már kitűzve, így a megfelelő szakembereknek és a vezetésnek köszönhetően bizakodva tekintenek a 2019-es évre. Kaligráfiai, vagyis szépírási tanfolyamot szervezett a helytörténeti gyűjtemény még 2018 végén, amelynek záró foglalkozását január 10-én tartották. A tanfolyamot Tóth Etelka Edit kaligráfus vezette, aki elhivatott művelője a szépírásnak. A számítógéphez, modern technikai eszközökhöz szokott ember személynek szokatlan látvány. Valódi tintásüvegek, tollszárak, különféle tollhegyek, madártollból, bambusztollból és ősi szövegeket idéző betűformák. Mindezek elengedhetetlen kellékei a kaligráfia, azaz a szépírás tudományának. Nem kevesebbre vállalkozott az a hétfő, akik jelentkeztek a helytörténeti gyűjtemény által meghirdetett kaligráfiai tanfolyamra, mint arra, hogy elsajátítják azokat az írásmódokat, formákat, amelyek hosszú évszázadokon át uralkodóak voltak, főként Európában. A tanfolyamot Tóth Etelka Edit kaligráfus tartotta, amelynek záró foglalkozásán mi is részt vettünk. Most már van annyi gyakorlatunk ugye az eszközhasználatban, egy kis tipográfiában, meg van annyi bátorságunk, mert ugye ez egy bátorság tanfolyam, ahol leküzdjük azt a félelmünket, hogy mi képtelenek lennénk szépen élni. A tanfolyam gondolata még tavaly nyár elején fogalmazódott meg, mondja Etelka.
Tavaly májusban volt egy kaligráfiai műhely munka, ami annyiból másabb, mint a tanfolyam, hogy oda bárki eljöhet, a tanfolyamra is, bárki bejöhet, ott nem az alapoktól tanuljuk a kaligráfiát, hanem mindenki kipróbálhatta a madártollat, a nártollat, a bambusztollat, írtunk palatáblára, palaveszővel, és mindenki kedve szerint írhatott a mátogatós tollakkal. Amikor a műhely munka volt, akkor 80 vagy 90 voltunk, és akkor mindenki olyan lelkesen mondta, sőt, ők biztattak, hogy csináljunk tanfolyamot, és a végén ők nem jöttek, mert kismamák lettek, meg valahogy kimaradtak. Ő meghirdette Andrea az újságban, meg szájhagyomány szerintem egyik a másiknak mondta. Van egy nagymama az unokájával, tehát a széles korhatár úgy lehet mondani, tehát a nagymama az unokájával, van középiskolás kislány, és felnőttek. Megvoltak a jelentkezők, indulhatott a munka, amihez azonban sok minden szükségeltetik a lelkesedésen túl. Először is be kell szerezni az eszközöket. Az a gond ezzel, hogy nem igazán lehet vásárolni. Tehát nem úgy van, hogy bemegyek az írószerboltba és kérek egy üveg tintát, meg egy kaligráfikus metszett tollhegyet. Ezekre vadászni kell, vagy pedig művészellátó boltokba rendelni. Tehát ez a legnagyobb bajunk itt, és hogy nem igazán tudtunk elindulni eszköz hiányába. Most már pótoltuk ezeket, és már eljutottunk az utolsó foglalkozáshoz. Etelka folyamatosan ott van tanítványai körében, segít, biztat, ötletet ad, ha szükséges. Elég kevés ez az idő ahhoz, hogy mélységében megtanuljuk a kaligráfiát, meg a tipográfiát is. Utána már, amikor megbarátkoztak magával a írással, meg az eszközökkel, akkor a saját fantáziájukat és kreativitásukat kell majd elővenni, és akkor a megfelelő típusú betűhöz már megfelelő díszítést tudnak használni. Mint elhangzott, a résztvevők között volt nyugdíjas, aktív dolgozó, vagy éppen tizenéveinek derekán járó körösis diák is. Révés Zsanna keze nyomán szépen kerekednek a betűk, az ívek. A Városi Könyvtárban hallottam róla, és egyből érdekelt, és hát sajnos az első alkalommal nem tudtam részt venni, de utána igen. Rajzolni, mondhatni, hogy tudok, és hát ez az írás se távol tőlem, és nem volt olyan nehéz. Nagyon szeretek írni a mártogatós tollal, illetve tintával. Ezen az utolsó foglalkozásod, mint már a bevezetőben is elhangzott, önállóan dolgoztak a résztvevők. Hat foglalkozást terveztünk, legelőször volt ugye az ismerkedés és egy kis betűelem gyakorlás, ugyanúgy kezdtük, mint az általános iskolások. Hogyan kell az íveket írni, hogyan kell fel-le, graficeruzával, tehát itt előnye van annak, aki tanul gyorsírást, mert itt ugyan a metszethegyű tollnál nem lényeges a tollnyomása, ellenben a koperplit írásnál, amit ponthegyel írunk, ott a betű szépségét, a vékony és a vastag vonalakat az adja meg, hogy milyen erővel nyomom a tollhegyet, a tollszemet a papírra. Egy egymásra épülő tanfolyam sorozat. Most a mártogatós tollal kezdtük, ezen belül a metszethegyű tollal, az alapírást, az italik típust és a gótikus betűtípust tanultuk. A következő tanfolyamon az angol folyóírást, a copperplate írást fogjuk megtanulni. Itt már a végnyitás vastagítás nagyon jelentős, és a harmadik foglalkozás lesz az, ami már egy haladó tanfolyam. Itt a mostanában nagyon modern ecsetírást fogjuk tanulni, különféle alternatív íróeszközöket, és akkor itt fogunk majd madártollal, nártollal fogunk készíteni saját magunktól úgynevezett kólapent. Ez kólásdobozból készíthető, és különféle hegy szélességeket lehet előállítani belőle, majd nádra rászereljük, és
majd így saját eszközünkkel is tudunk írni. Ahhoz, hogy igényes, szép kivitelű lehessen egy-egy írás, a megtervezett formán túlmenően az eszközök harmóniája is szükséges, azaz megfelelő toll, tinta, papír. Elég nehéz összehozni a tollszemet, a tintát és a papírt. Mert a papír minősége nagyon sokat számít, tehát van, amelyiken megfut a tinta, van, amelyikre nem lehet írni, például műnyomó papírokra nagyon nehéz írni, vagy pedig hát a tintával is van gondunk, mert ugye a vegyi tinták, ezek már más minőségűek, mint a régi koromból készített fekete tinta, vagy egyéb növényalapú tinták. Én gyakran írok házasság levelet merített papírra, ilyen A3-as méretben, gúr betűvel, hagyományos piros és fekete színnel, de ott is elég küzdelmes kiválasztani, hogy milyen tintával tudok írni. A kalligráfia művészete, mondhatnánk, az önmagáért való szép művészete. És mindig kellenek valakik, akik ezt éltetik, továbbadják, mint kultúránk egykor volt nagyon szép és szerves részét. Mint ahogy Etelka fogalmazott egy helyütt, úgy érzem, ha már tudom csinálni, ha már birtokában vagyok ennek a tudásnak, akkor kötelességem továbbadni, átadni a gyerekeknek. Még ha csak olyan szinten is, hogy látják és kipróbálják, milyen is luttollal írni, magáért, az élményért. A Panoráma Világklub egy világméretű, értékalapú civil szerveződés, amely az elmúlt másfél évtizedben a Kárpát-medence magyarsága és a nagyvilágba elszármazott honfitársaink között szervez kulturális és társadalmi értékeken alapuló baráti kapcsolatot. Már összesen 95 országban, a világ minden táján működik szervezete, a Panoráma Világklubnak. Január 11-én Tiszaújvárosban alakult meg a szervezet 244. társklubja. A Panoráma Világklub legújabb társklubjának alakuló estéjére várták a tiszaújvárosi Szigetcsárdába a világméretű civil szervezet meghívott vendégeit január 11-én. A Panoráma Világklub több mint másfél évtizede a Kárpát-medence magyarsága és a nagyvilágban élő honfitársaink között teremt értékalapú baráti kapcsolatot. Rendezvényeiken a magyar értékek és teljesítmények közvetítése, Magyarország jó hírnevének erősítése a cél. A szervezet alapító elnöke dr. Tanka László köszöntötte a megjelenteket és mutatta be a szervezetet a tiszaújvárosi vendégeknek. Ez egy különleges civil szervezet, egy világméretű, értékalapú, baráti szerveződés. 16 éve indult útjára, 2003. októberében, és az a jelmondata, hogy határtalan összefogás értékeinkért. Tehát ez mutatja, hogy ebbe a szervezetbe nincs aktuálpolitika, nincs ideológia, nincs biznisz, értékek vannak, teljesítmények vannak, mindenkit az minősít. És van egy másik fontos szerepünk, hogy a világba szétszóratott magyarság és a Kárpát-medence magyarsága között egy hidat építünk. Úgy gondoltam, én 20 éves korom óta újságíró vagyok, sokat jártam a világba, sok-sok könyvet kiadtam, magyarok a nagyvilágba, Ausztrália, Új-Zéland magyar világa, amerikai magyarok arcképcsarnoka, életrajzokat gyűjtöttem, és úgy láttam, hogy a világba szétszóratott magyarok teljesítményeit, értékeit nem ismerjük, sőt, egyáltalán nem ismerjük. Pedig ugyanúgy az egyetemes magyar kultúra része az, ha Új-Zélandon egy ragyogó orvos dolgozik, vagy egy festőművész Sydneybe, vagy éppenséggel itt Tiszaújvároson, és ez a kapcsolati tőkeparlagon hever, és mint újságíró naivan gondoltam, hogy nyakamba veszem a világot, és összegyűjtöm ezeket a kapcsolatokat, és alkalmat teremtek arra ezen a szervezeten keresztül, hogy találkozzanak az emberek. A világ 5 kontinensének 95 országában működik már a Panoráma Világklub helyi közössége, és most a 244. társklub alakult meg Tiszaújvárosban, melynek vezetésére az est házigazdáját, Tóger Gyulát, a Szigetcsárda tulajdonosát kérte fel a Világklub elnöke.
A neves vendéglátós ezentúl a Panoráma Világklub Tiszaújvárosi Társklubjának elnökeként is segíti majd a magyar gasztronómiai hagyományok népszerűsítését. Mi a magyar gasztronómiát gyerekkorunktól tanuljuk, édesanyánknak a műve, a Várai család egy híres nemes család volt, és őtől a tanultuk a Várai családtól a gasztronómiát. Ezért sokan nem tudják, de azért most már értékén mondhatjuk ezt, hiszen bizonyítottunk testvéremmel együtt, aki is itt van, jelen van, és a család is olyan, hogy azért sokat eltesz azért, hogy a magyar gasztronómiát nem csak Magyarországon, hanem külföldön is ismerik. Hozzá segített ehhez a Világpanoráma, aki megkeresett engem, hiszen most már 92 országban fogják hirdetni Tiszaújvárosnak a hírnevét, és egyben a Szigetcsárát. Hát üzlet szempontjából is jó, mert hát ez a sok jó barát, aki ide eljött ide erre az estére, érezze itt jól magát. A most megalakult Tiszaújvárosi Társklub természetesen bekapcsolódik majd a szervezet rendezvényeibe és kulturális életébe is. Egy sziget ez a neve csárdának, de egy sziget abból a szempontból is, hogy megmutatta, hogy egy ember, egy Tóger Gyula a semmiből, a vízparton, az árvíz fenyegette helyen, ahova senkinek eszébe nem jutott, hogy valamit létrehozzon, létrehozott egy olyan helyet, ahova ezrek járnak, és jól érzik magukat. Tehát ezeket a szigeteket gyűjti össze a Panoráma Világklub. Sok-sok rendezvénye van, mi csináljuk a magyar világtalálkozókat, mi rendeztük, vagy mi indítottuk a Vas Albert emlékévet, Magyar Konyha Világnapját, művészeti projekteket, és ezek a klubok egy része ebben részt vesz, és bízom abban, hogy Tiszaújváros is bekapcsolódik ebbe aktívan. A rendezvényen részt vett a szervezet több társklubjának vezetője és tagjai is. Itt mi 31 néhányan voltunk Budapestről és más helyszínekről, és a 90%-unk először volt itt. Tehát kellett egy barát, aki elmondta és felhívta a figyelmet arra, hogy te létezik egy ilyen, és gyertek el, és mi másfél hónappal ezelőtt itt voltunk. Ezt az embert Vér Jánosnak hívják a Tápió régióban, akik a Gyulával főző kapcsolata vannak, főző versenyeken vesztesznek, együtt zsűriznek, főznek, és ő hívta fel figyelmet arra. De én álmomban se gondoltam volna, hogy ez egy ilyen pazarhely, és ez a Tóger Gyula egy ilyen szívvel, lélekkel magyar ember. És azt gondolom, hogy itt a helyünk, és jövünk máskor is, és amikor csak tudunk, hozunk ide olyan vendégeket is, akik itt azt gondolom olyan élményekkel mennek haza, mint ahogy mi. A Világklubhoz csatlakozó települések, közösségek hisznek az összefogás erejében és a közös értékekben, és várják azokat is, akik hasonló motivációval rendelkeznek, és szeretnének részt venni a szervezet tevékenységében. Kézről kézre, vagy szájról szára járnak ezek a dolgok, akik most itt voltak, most például az ország másik végéből volt itt valaki Komáromból, és mondta, hogy szeretné, hogyha ott is Tatabányán is lenne egy hasonló rendezvény. Tehát ez így megy, és akkor van egy kis csapatunk, az összeül, és azt mondja, hogy nézd, ha ennek megvannak a lehetőségei, feltételei, akkor nagyon fontos, hogy egy érték alapú legyen. Tehát ne hozzunk bele aktuál politikát, ne hozzunk bele ideológiát, és ne legyen egy üzleti terep ez senkinek, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mit hozott létre, és mi az, amit ez ért, milyen teljesítménye van, és hogyan lehet ezt világgá kürtölni. Vannak média csatornáink, saját újságunk van, a Panoráma magazin, sok honlapunk van, és a sok-sok embernek, a 95 országban elindult világklubosoknak, mindegyiknek van valamilyen kötődése a médiához. Tehát amit mi most leadunk, azt kitesszük az internetre, és az egy órán belül már eljuthat bárhova technika jó voltából. Tehát nagyon könnyű jó hírverést csinálni a jó dolgoknak. Míg szilveszterkor a hangos petárdázások jelentettek veszélyt házi kedvenceinkre, addig a mostani fagyos időben más okból is kellő figyelemmel kell fordulni a kisállataink felé. Szakemberek segítségével összegyűjtöttünk néhány tanácsot, mit tehet a felelős állattartó ebben az időszakban az állatok védelme érdekében. Eljött a tél, és mint ahogy az ilyenkor lenni szokott, beköszöntött az igazi csípős idő, megérkeztek a mínuszok. Ilyenkor nem csak mi emberek szeretünk bevackolni a meleg otthonunkba, hanem az állataink is. Fontos, hogy az ő gondozásuk kapcsán is felkészüljünk a hideg időkre, hiszen ők csak ránk számíthatnak, bennünk bíznak.
Kisállataink hidegtűrő képessége természetesen fajtájuktól is függ, de most nagy általánosságban néhány példa, hogy is segíthetünk nekik átvészelni a hideget. Fokozottan oda kell figyelni, mind az ójukra, tehát ahogy hol alszanak, mind az étkezésre, itatásra. Hát az óla az annyi, hogy ők vígan el vannak ilyen minuszokban is. Érdemes azért olyan óban tartani őket, amit be tudnak fűteni. Az elejére rakni egy kis szőnyeget azért, hogy ne járja át a levegő. Meg hát jobb, hogyha az ól is egy olyan védett részen van, hogy ne lepje be a hó. Az etetési tatásban pedig az a fontos, hogy naponta azért többször érdemes odafigyelni rájuk. Nyilván a befagyott vizet ezt folyamatosan cserélni. Tehát naponta akár 4-5-ször is cserélhetjük a vizet etetni, meg szerintem nyugodtan lehet már 2-szer. Tehát általában azért 1-szer szokták az emberek, de ilyenkor azért reggel este nyugodtan etethetik őket. A tanyavilágban azért jellemző, hogy nem ólban vannak, de ők például befészkelnek széna szalmabálákba, tehát ott is átvészelik a telet, csak azért oda kell rájuk figyelni, hogy tényleg legyen egy olyan kis része, ahova be tudnak húzódni, és nem éri őket a hideg meg a szél. A szobakutyák azért nem érzékelik annyira a telet, nyilván mint egy kertben tartott kutya, sokkal több figyelmet kapnak, ők lejárnak sétálni, tehát ők végülis a meleg szobából mennek ki a hidegbe. A gazdák általában odafigyelnek rájuk, tehát akiknek nincsen vastag bundájuk, rájuk adnak ruhákat jellemzően. Akinek meg vastag bundája van, ők meg egyszerűen csak viszik sétálni, tehát ők jól elviselik ezt az időt. Annyi, hogy a talpukra érdemes odafigyelni, tehát hogyha hazaérnek, akkor, hogyha ilyen latyakos, sós területen járnak, akkor érdemes azt letisztítani. A kinti kutyák pedig, hát ők azért elég jól alkalmazkodnak az időjárás változásaihoz, tehát mondjuk szerintem sokkal jobban viselik ezt az időszakot, mint a nyári kánikulát. Úgyhogy rájuk csak annyi, hogy tényleg oda kell figyelni, hogy legyen egy olyan hely, ahol nyugodtan el vannak, és be tudják fűteni, meg legyenek ugyanak. Nagyon fontos, hogy megfelelő búvóhelyet biztosítsanak a kutyáknak. Hogyha kint van tartva, akkor minimum beszalmázott kutyaházra van szükség, illetve azt szoktuk még ajánlani, hogy ezeket is valahova szélvédett helyre, vagy fél eresz alá próbálják ilyenkor legalább tenni ezeket a házakat. A vashordó az semmiképp nem jó, mert gondoljunk vele, tehát az szinte süt a fagytól, a hidegtől, abba szerintem van olyan, aki inkább bele sem megy, mert annyira hideg, hogy inkább akkor hagyja, hogy kint ázzon. Tehát a lehetőségek szerint, ha máskor nem is, de ezeken a nagyon hideg éjszakákon engedjék be őket. Igazából sokat kibírnak ezek az állatok, de azt gondolom, hogy mégiscsak egy pici odafigyeléssel nagyon sok állatnak a jólétét meg az életét lehet megmenteni ilyenkor. Ugye rengeteg kutyát én is hazaviszek, és tehát nem azon jár az eszük, hogy rongáljanak, hanem örülnek, hogy befeküdhetnek a sarokba. Van olyan német juhász jellegű, és műtét után haza kellett vinni, és nem akart bejönni, egyszerűen az ajtó előtt feküdt le, de mégis bent volt, mégis fűtött helyen volt, és azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy azok a kutyák is, akik más családoknál élnek, biztos, hogy ugyanígy viselkednének. Tehát nem szabad ettől félni, meg kell próbálni, és a lehetőséget megadni nekik arra, hogy kihasználják ezt a kicsi meleget. A tél beköszöntével nem csak a hideg, de a szilveszteri hangzavar is sok hatásként érheti állatainkat, amiknek nagy része fél a mennydörgéstől, villámlástól, és egy a tűzijátékok, petárdák durogó hangjától is. A félelem hatására szétkaparhatják az ajtunkat, hogy bejussanak, legrosszabb esetben pedig el is szökhetnek. Hajdunálláson is több ilyen eset történt. Mit tehetünk ilyenkor kutyáink, kisállataink védelmében? A telepre is érkezett kutya, az utcán is többet találtunk, illetve látjuk fent a fórumokon, hogy keresik őket. Volt egy ilyen szilveszteri ügyelet fórum fent, egy ilyen központi rendszer, ahol azt mondták, hogy több mint 1000 kutya tűnt el országszerte, és ennek csak a 41%-a az, aki hazajutott. És 100 fölött van a biztos halott kutyák száma is.
Egyébként Hajdonánáson is vannak olyanok, akik még aznap éjszaka, tehát szó szerint valószínűleg szívleállás történik, ilyenkor náluk meghalnak, és olyan is van, aki olyan sokkos állapotba került, hogy napokkal később halt meg, mert igazából enni se akart, semmit nem akart már csinálni. Ilyenkor érdemes bezárni őket, tehát beengedni pincébe, garázsba, akár a házba. Mi azt tapasztaltuk, hogy ilyenkor ezek a kutyák, amikor bekerülnek, nem rongálnak, hanem örülnek, hogy meghúzódhatnak egy sarokba. Tehát akár most éppen a WC-be, hogyha ha be vannak engedve. Tehát ez nagyon sokat jelent neki, hogy ott van az ember mellett. De sajnos hiába, még a Csapból is ezt volt, mondhatjuk ezt, de nagyon sokan nem fogadták meg ezeket a tanácsokat. Tudunk olyanról is, hogy a gazdája mellől szökött el, elvitte sétálni, pedig ugye az is mondva volt, hogy napközben vigye el hosszú sétára. Már amikor közeledik ugye az este, ez a dúroktatás, a tűzijátékok ideje, akkor már ne menjenek ki. És szó szerint a gazdája mellől megijedt, elszaladt és elütötte az autó. Elég sok kutya tűnik el sajnos ebben az időszakban, és ami még rosszabb, hogy tehát, hogyha sikerül megtalálni őket, akkor az nyilván az öröm mindenkinek, a csippezés az nagyon sokat segít ebben, hogy vissza tudjuk keresni, hogy ki a tulajdonos, és telefonszám alapján fel tudjuk őket hívni, viszont ebben az évben elég sok olyan történetet hallottam, hogy el is pusztultak ezek az állatok, tehát annyira nem bírták ezt a sok hangot és zajt, hogy valószínűleg szív problémák miatt hirtelen elpusztultak. Ez eddig nem volt jellemző, de most legalább 4-5 ilyen esetről hallottam január első napjaiban. Teljesen egészségesek kutyák voltak, fiatalok, és hip-hop elpusztultak. Tehát egy ilyen stressz hatás elég volt nekik. Amennyire lehet őket zárni, tehát vagy garázsba, vagy akár be a lakásba, és hát nyilván a testi kutyákat nem nagyon lehet nekik, viszont vannak olyan nyugtató tabletták, amiket egy-két nappal petárdázás előtt már el lehet kezdeni adni, és akkor egész jól átvészelik ezt az időszakot. Az év során azért lehet augusztus 20-a, vagy ha repülők jönnek, hogy reagál ezekre a dolgokra, de tehát hogyha nincs semmi problémája, akkor is érdemes, mert sokkal nyugodtabban alszanak ilyenkor. Fontos, hogy az év minden szakában odafigyeljünk állatainkra. Ha vállaltuk, hogy gondoskodunk róluk, azt odafigyelve teljes szívvel tegyük. Most pedig kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. Megújult és új arculatot kapott a Városkártya, amely továbbra is kedvezményes belépést biztosít a hajdunánási gyógyfürdőbe, valamint különböző városi programok és sportrendezvények esetében. A kártyát minden hajdunánási állandó lakcímmel és személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemély igényelheti az erre a célra rendszeresített igénylő lapon a Városháza információs pultjánál. A 2018-ban érvényesített Városkártya ez év február 28-áig használható. Eredményesen zárta a 2018-as esztendőt a Ventifilt Légtechnikai ZRT. A 2019-es évelé bizakodva tekint a cég vezetése, az új kapcsolatoknak és a régi vevőkörnek köszönhetően. A szépírás tudományával ismerkedtek meg a résztvevők a helytörténeti gyűjtemény által szervezett kaligráfiai tanfolyamon. Tiszaújvárosban a Szigetcsárdában tartotta alakuló estét a világ magyarságát és kulturális értékeit összefogó Panoráma Világklub legújabb társszervezete, az újonnan létrejött Tiszaújvárosi Társklub elnökének, Tudjár Gyulát, a magyar gasztronómia jeles képviselőjét kérték fel, aki egyben a rendezvény házigazdája is volt. Hideg tél, havazás, ünnepi hangzavar, ezek mind megnehezíthetik kedvenceink életét, próbára tehetik idegrendszerüket. Gondos állattartóként több dolgot is tehetünk, hogy megkönnyítsük nekik ezt az időszakot. Néhány hasznos tanács betartásával és egy kis odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése. Bátorság, hogy bemenj oda, ahonnan más menekül. Erő, hogy segíts a gyengén. Egy csapat, hogy tartozz valahova. Megbecsülés, hogy érezd, fontos vagy. Egy hivatás, ami több egy átlagos munkánál. Egy hivatás, ami büszkévé tesz. Legyél hős!
Legyél tűzoltó! Most pedig kérem, tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Különleges tea délelőtre várták az óvodás gyerekeket és szüleiket az Eszterlánc óvodában. Közel 200 madarat tekinthettek meg a látogatók a Hajdunánási Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének idei galambkiállításán. Mozgalmas és sikeres évet zárt a Dominó Diák Sport Egyesület 2018-ban, az egyik legfontosabb eredmény a taglétszám bővülése. Különleges tea délelőttöt rendeztek az Eszterlánc óvodában január 17-én. Reggel a gyerekeket és a szüleiket az óvoda előterében meghitt hangulat várta mécsesekkel és halkzenével. Az érkezőket különböző gyümölcs ízesítésű teákkal kínálták az óvoda dolgozói, de lehetőség adódott különféle egészséges ropogtatnivalók megkóstolására is, mint a kölesgolyó, különféle olajos magvak, aszadgyümölcsök, puffasztott rizs, vagy éppen az extrudált kenyerek. A Martinek Farm egy hatalmas sajttálat ajánlott fel a kóstoló napra. A délelőtre meghívást kapott Pusztai Gáborné is, aki a mézes kalács díszítés technikáját ismertette meg az érdeklődőkkel, de természetesen meg is ízlelhették a jelenlévők az apró mézes süteményeket. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett délelőttön kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Idén is nagy sikerrel rendezte meg a Hajdunánási Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete hagyományos galambkiállítását. Az eseményen évről évre egyre több tenyésztő mutatja be különleges és nagy becsben tartott madarait. A közel 200 darab kiállított egyedet egy háromtagú szakmai bíráló bizottság értékelte, és választotta ki a kiállítás győztes galambjait. A Kéki Lajos Városi Művelődési Központban rendezték meg idén is a több évtizedes hagyományokkal rendelkező galambkiállítást január 11-e és 13-a között. A Hajdunánási Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének szervezésében megvalósuló kiállításra minden évben nem csak Hajdunánásról, de a környező településekről is érkeznek tenyésztők. Ismét elérkeztünk egy kiállítás évhez, amit köszönünk szépen a műfáznak elsősorban, hogy hozzájárult abban, hogy megcsinálhatjuk ezt. 180 darab egyed került kiállításra, Hajdúböszörmény, Kálmánháza, Nyíregyháza, aztán Nyírpazony és természetesen hajdunánási tenyésztőktől. Ez alkalommal is a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége által delegált bírálók pontozták a különböző fajtájú galambokat. A vezető bíráló Schmidt István, ő kálmánházi, egyben nekünk a pártolótagunk is az Egyesületnek, aztán Szabó Zsolt Hajdúböszörményből és Majoros János Nádudvarról. A kiállításon nem csak a tenyésztők és a szakértők, de a nagy közönség is gyönyörködhetett a különleges madarakban, köztük nagyon sok gyerek is. Természetesen az Egyesület céljai közt szerepel a fiatalok figyelmének felhívása a felelős állattartásra, valamint a galambtenyésztés iránti érdeklődés felkeltése is. Az utánpótlást próbáljuk arra tanítani nevelés szempontjából, hogy kis önállóságot érezzenek az állatok iránt, mert ugye, hogyha valaki egy állatot tartani akar, az nem csak az, hogy jaj, hát van galambom, hanem az felelősséggel is jár, tehát azt naponta ápolni, gondozni kell, takarmányozni. A Hajdunánási Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének tagjai nem csak a helyi kiállításon mutatták be kiváló minősítésű egyedeiket, de a legutóbbi országos megmérettetéseken is igen szép eredményeket értek el. Részt vettünk országos kiállításokon, a környező egyesületeknek a kiállításain. Itt az országos kiállítás, fiatal kiállításon Szikszón, ahol csapatverseny volt kiírva, de végül az nem jött úgy össze, hogy kellett volna, mert csak egy csapat volt, a hajdunánási csapat, a többiek nem. Tehát ezért nem lett csapatverseny hirdetve. Az országos nagy kiállításon ott a tenyésztőink több kiváló címet értek el. Aztán Hajdúböszörményben volt egy kiállítás a két ünnep között, nevezetesen december 29-30-án. Ott szinte akik neveztek, mindegyik kiváló címet ért el a galambjaival.
A decemberi kiállításon való eredményes szereplést a Hajdúböszörményi Egyesület új elnöke is kiemelte, aki most szakmai bírálóként is segítette a hajdunánásiak munkáját. Most vettem már 18-ban a Hajdúböszörményi Egyesület vezetését, most rendeztük az első kiállításunkat, ami nagyon sikeres volt, és egyúttal szeretném megköszönni a Nánási Egyesületnek, hogy 70 darab egyeddel vettek rajta részt, és nagyon jó eredményt értek el, tehát nagyon sok kiváló madarat hoztak, ami minőségben, ápoltságban a mi kiállításunk színvonalát emelte, és ezzel sok látogatót vonzottak oda. Szeretném még ezt megköszönni. A szakértők a közel 200 kiállított galambot jól meghatározott szempontok szerint értékelték, és ez alapján minősítették. Megkapjuk a fajtákat, hogy melyik fajtákat bíráljuk, ahhoz mindegyikhez van egy fajtaleírás, és azt szerint elemezzük az egyedeket, tehát tolszerkezet, állás, tehát mindent átnézünk, és ahhoz adunk pontokat, és kialakulnak az eredmények. Nagyon kell figyelni az ápoltságát, meg a kondíciót, hogy mennyire készítette fel a tenyésztő, tehát itt gondolok a tisztántartásra, a gyűrűnek olvashatóságára, a láb megmosására, a tollazatának megfürdetik előtte. Tehát inkább ápoltság, a kondíció, ez egy egész éves. Azon kívül hát van egy standard leírás, aminek meg kell felelni, hogy nagyságra, állásra, magasságra, fejnagyságra, amire nekünk részletesen oda kell figyelni, és azokat írjuk le a tenyésztőnek, adunk ezzel információt, hogy a következő évre tudjanak tenyészteni, ebből okulva ki tudják szelektálni, legjobb egyedeket hagyják meg a tenyésztésben. A kiállításon bemutatott madarak nem csak a nagy közönség, de a szakértők tetszését is elnyerték, és számos kiváló minősítést ítéltek oda. Én kingeket bíráltam, és nagyon szép kingeket láttam bemutatni, tehát elég sok kiváló eredmény született, és hát nem mindegyiket sikerült, mert mindegyik találtam egy kis gondot, bajt, ami még egy kicsit még van rajta, mit módul javítani a tenyésztőnek, de azért sok nagyon szép egyed van kiállítva. Az esemény záró napján adták át a kiváló minősítést szerzett galambok tenyésztőinek az elismerő okleveleket és a kiállítás legszebbjeinek járó díjakat. A hajdunánási tenyésztők az idei alkalommal is igen eredményesen szerepeltek, mint ahogy az egyesület legfiatalabb tagja is, Sónyák Norbert, aki családi indítatásra kezdett ezekkel a különleges állatokkal foglalkozni. Kiskoromban apukám mindig nagyon sok galambe volt, folyton vele voltam. Elkezdődött a suli 2018-ban, hoztam ide galambot, akkor is debreceni Pergőt. Pontosan 2 éve foglalkozok galambokkal. Van otthon más galambunk is, de leginkább debreceni Pergőt tenyésztünk. A kiállításon a galambok mellett néhány díszbaromfit is megcsodálhattak a látogatók, melyeknek tenyésztője szintén a Hajdunánási Egyesület egyik ifjú tagja. Körülbelül 2 éve foglalkozom a díszbaromfi tenyésztéssel. Régebben apával és a galambásztársaival jártam ilyen bőrzékre, ahol megtetszett nekem az Orpington fajta, és igazából 2 éve tartjuk ezeket a fajta díszbaromfikat, és még igazából most neveztem először ilyen versenyre, ahol a kakasom egyesületi díjat kapott. A fiatal generációhoz tartozó tenyésztők között Molnár Antal már rutinos kiállítónak számít, akinek a galambjai szintén szép eredményeket értek el a mostani kiállításon. Gyerekkorom óta foglalkozok a galamb tenyésztéssel, tartásával. Egyesületbe is már szintén gyerekkorom óta beléptem, 10-12 éves koromba. Azóta csinálom ezt a szép hobbit, ha lehet így mondani. Kiállítási szinten az utóbbi 4-5 évet értem vissza, inkább mert előtte voltak kisebb-nagyobb kihagyások, költözések miatt. A King fajtával foglalkozok elsősorban. Gyerekkoromban voltak ugye vegyes galambok, akár keverékek is előfordultak az állományba gyerekfejjel, de hál' Istennek sikerült letisztítani az állományt elég szépre. Mostani kiállításon meglepetés ért, hogy ilyen jó eredményt értem el, mert 6 galambból 3 kiváló eredményt ért el, és abból az egyik kiállítás győztes is lett. A Hajdunánási Galamb és Kisállat Tenyésztők Egyesületének tagjai remélik, hasonló sikerekre számíthatnak a 2019-es év további kiállításain, és hogy a jövőben egyre több fiatal kap majd kedvet a galambtenyésztéshez.
Hosszú évek során városunk egyik meghatározó sportegyesületévé lépett elő, a Dominó Diák Sportegyesület. A cél mindig minden évben ugyanaz, minél több gyermekkel megszerettetni a vizet, az evezést és a kajaksportot. Az elmúlt esztendőben e területen és a versenyzés terén is számtalan eredményt és sikert ért el az egyesület. 2018 mozgalmas esztendő volt a Hajdunánási Dominó Diák Sport Egyesület életében. Számtalan versenyt és rendezvényt szerveztek, tele volt a versenynaptár is. Azonban a legfontosabb az volt Szabóné Varga Éva elnök szerint, hogy gyarapodni tudott a klub taglétszáma. Nagyon sűrű évünk volt, de ennek mi mindig örülünk, mert akkor történik valami a házunk táján. Végre kezdjük összekapni magunkat, és néhány lazább év után újra telve van az egyesület tagsági köre, telve van a csónakházunk, illetve újabb tervekkel is jövünk elő. Tervek tekintetében nincs hiány, és úgy tűnik az egyesület erejéhez mérten ezekkel szépen halad is előre. Ezek közül volt, ami a 2018-as esztendőben valósult meg, de olyan is, amely folyamatként áthúzódik majd 2019-re is. Régóta igény már az, hogy a csónakházunk környezetét próbáljuk bővíteni és alkalmasabbá, komfortosabbá tenni a bővülő létszámnak megfelelően. Nagyon sok hajót sikerült, több mint 10 hajót sikerült ebben az évben beszereznünk, ezek között voltak versenyhajók és voltak túrakenuk is. A túrakenuk már csak azért is fontosak voltak, mert az előző évben a nánási kajakosok megpróbáltak egy olyan kezdeményezést is útjára indítani, amire eddig nem igazán volt még példa a térségben, nevezetesen meghódítani és bejárni a keleti főcsatorna egyes részeit. Elindultak ebben az évben a vízitúrák is, ugye többször felfedeztük a keleti főcsatornát, ez terveink szerint a következő évben is folyamatos lesz, a táborunk jövőre is meg fognak valósulni, ebben az évben is két nagyobb táborunk volt, szeretnénk ezt majd még kiegészíteni komolyabb edzőtáborokkal is, de hát most a legfőbb célunk mégiscsak a működésünknek és a működési körülményeinknek a még szebbététele. Ennek egyik lépése, hogy a csónakház és a csónakázótó környékét még inkább otthonossá szeretnék tenni, hiszen a szép környezet jobban vonzza a gyermekeket is. És a legfontosabb az, hogy minél többen legyenek, és minél többen kezdjenek el sportolni. Az első számú és legfontosabb feladatunk az egészség megőrzésnek a szerepe. Az egyesületeknél is nagyon sok gyerek van, akik nem kimondottan versenyszerűen szeretnének sportolni, hanem a szabadidős tevékenységüket szeretnék egy olyan közösségben eltölteni, amely ráadásul, hogyha a természeti közegben van, akkor még nagyobb és még kellemesebb érzés lehet számukra, és ha még a család is mellettük lehet ezek az alkalmakon, akkor úgy érzem, hogy minden egyben van, és minden kerek, és így gömbölyű a világ nekünk is. A természeti környezetet azonban ilyenkor télen nem lehet megcélozni, hiszen hideg van, és minden téli álmát alussza. Nem úgy a kajakosok, akik 2019. januárjában is bűszen dolgoznak, igaz most a tornatermekben. Télen mindig be szoktunk menni az edzőterembe, és tornatermekbe, és készülünk az alapozásokkal. A fő feladatunk télen, hogy felkészüljünk erőnlétileg a nyári időszakra, a nyári szezonra. Van egy versenyünk, erőfelmérőnek hívják, és itt a kisebb korosztályok szoktak egymással megmérkőzni. Húzóckodás, futás, lábemelés, a nagyobbaknak már van fekvenyomás is, és ezekre készülünk fel bent. Azonban az egyesületnek van egy olyan adottsága, amely még a tágabb környezetben is egyedülálló. Nevezetesen a csónakázótó, amely a fürdő melegvízének köszönhetően télen is használható, ahogyan azt a karácsonyi evezésnél is lehetett látni. Ez egy különleges alkalom, meg nekünk egy nagyon jó adottság is, ahogy a tavon folyamatosan beleömlik a termálvíz, a forró, és így tudunk itt télen is evezni, és ezt találtuk ki. Hát már több éve, hogy akkor legyen egy karácsonyi evezés a gyerekeknek, hogy kiszabaduljanak a benti teremből is, meg hogy mégis karácsonyunk is együtt tudjunk lenni. Minél több versenyen részt venni, ez is szerepel az idei tervek között, hiszen a kajaksport igazi savaborsát mégiscsak az adja, ha meg tudnak egymással mérkőzni a gyermekek. Bővíteni szeretnénk a versenyeinknek a körét, ugye ezek országos versenyek, az ország különböző pontjain vannak, Győr, Szolnok, Szeged, tehát olyan távolságokat kell majd megtennünk, amihez komoly anyagi bázisra lesz szükségünk,
de én úgy érzem, hogy állhatunk készen ezekre a feladatokra is most már. Az Egyesület tehát elégedetten tekint a jövőbe, és elégedetten zárja az elmúlt esztendőt is. Szépen, lassan és folyamatosan építkeznek. Én boldogan zárom ezt az évet, és úgy gondolom, hogy a gyerekek is, a szülők is, tehát valamennyien, akik most itt vagyunk együtt, együtt tudunk örülni a régi évnek és az új év fogadásának is. Az új esztendőben 2019-ben pedig reméljük, ugyanilyen szép és eredményes év áll majd a Dominó Diáksport Egyesület előtt, mint amilyen a 2018-as volt. Most pedig kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. Megújult és új arculatot kapott a Városkártya, amely továbbra is kedvezményes belépést biztosít a hajdunánási gyógyfürdőbe, valamint különböző városi programok és sportrendezvények esetében. A kártyát minden hajdunánási állandó lakcímmel és személyi igazolvánnyal rendelkező magánszemély igényelheti az erre a célra rendszeresített igénylőlapon a Városháza információs pultjánál. A 2018-ban érvényesített Városkártya ez év február 28-áig használható. Eredményesen zárta a 2018-as esztendőt a Ventifilt Légtechnikai ZRT. A 2019-es év elé bizakodva tekint a cég vezetése az új kapcsolatoknak és a régi vevőkörnek köszönhetően. A szépírás tudományával ismerkedtek meg a résztvevők a helytörténeti gyűjtemény által szervezett kaligráfiai tanfolyamon. Tiszaújvárosban a Szigetcsárdában tartotta alakuló estjét a világ magyarságát és kulturális értékeit összefogó Panoráma Világklub legújabb társszervezete. Az újonnan létrejött Tiszaújvárosi Társklub elnökének Tóger Gyulát a magyar gasztronómia jeles képviselőit kérték fel, aki egyben a rendezvény házigazdája is volt. Hideg tél, havazás, ünnepi hangzavar, ezek mind megnehezítik kedvenceink életét, próbára tehetik idegrendszerüket. Gondos állattartóként több dolgot is tehetünk, hogy megkönnyítsük nekik ezt az időszakot. Néhány hasznos tanács betartásával és egy kis odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése. Különleges te a délelőtre várták az óvodás gyerekeket és szüleiket az Eszterlánc óvodában, az óvoda dolgozói, ahol többek között a mézes kalács díszítés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A Kéki Lajos Városi Művelődési Központban rendezték meg idén is a több évtizedes hagyományokkal rendelkező galambkiállítást. A bemutatón nem csak a tenyésztők és a szakértők, de a nagy közönség is gyönyörködhetett a különleges madarakban, köztük nagyon sok gyerek is, akik testközelből csodálhatták meg a ritka állatokat. Versenyeztetés, rendezvényszervezés, fejlesztések és minél több kajakozás. Ez a fő irányvonal 2019-ben a Dominó Diáksport Egyesületnél. Mai műsorunk végére értünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!